Magyarország, Hollandia a Puskás stadionban, a Nemzetek Ligájában, és igen fontos meccs lesz. Sipos Jenő, az MLS szóvivője a vendégünk. Jó reggelt, örülök, hogy eljöttél hozzánk. Nézegessünk statisztikákat? Vagy beszélünk arról, hogy mi lesz este? Inkább arról, hogy mi lesz este. A statisztika az egy dolog, abban tisztában kell mindenkinek, hogy ez a holland válogatott a világ egyik legerősebb válogatottja. Tehát alaphelyzet az, hogy senki ne kergessen hamis illúziókat. A világ egyik legjobb csapata, a világ egyik legjobb játékosai játszanak ebben a csapatban, de természetesen a pályán ott a két csapat játszik, és ott bármilyen eredmény megszülethet. A magyar válogatott pontosan kielemezte, itt a szakmai stáb pontosan kielemezte a holland csapatnak a játékereit, mik az a gyengébb pontok, ahol esetleg sebezhető ez a csapat. Az elmúlt napok ezzel teltek egyébként Marco Rossi egyenként a játékosokkal, illetve csapatrészenként is tartott elemzést. A hollandok az esélyesek, viszont ha mi zártan védekezünk, gyorsan és hatékonyan megyünk át támadásba, illetve a rögzített helyzeteket, pontrugásokat, szögleteket, szabadrugásokat jól használjuk ki, akkor lehet esélyünk akár mi itthon a hollandok ellen is. Magyarán visszatér a csapat ahhoz a taktikához, alapvetően ahhoz a taktikához, ami az Európa-bajnokság előtti menetelés során jellemezte a válogatottat. A németeknél láttuk másfajta játék struktúrára álltunk át, nem jött be. Lehet azt mondani, hogy még, de akkor ezek szerint most kockázatkerülőbb a felfogás. Így van, természetesen minden mérkőzés más, és minden mérkőzésre másképp készül fel a szakmai stáb és a csapat. Minden mérkőzésben levonják a konzekvenciát, a történt ugye a német mérkőzés után, illetve a bosnyák mérkőzés után. Ez egy új mérkőzés lesz, egy új csapat, és egy olyan bomba erős csapat, tehát ehhez kell igazítani a taktikát. Tehát az illúzió lenne azt gondolom, hogy mi uraljuk a játékot, nálunk lesz többet a labda, ehhez kell fölépíteni a taktikát, és ehhez megvannak azok a játékosok a magyar válogatottban, akik ezt végre is tudják hajtani, ahogy végrehajtották az elmúlt időszakban, franciák ellen, angolok ellen, németek ellen korábban. Hogy nem lesz a ma esti mérkőzésből az egykori rettegett 8-1-es vereség? Tehát nagyon sokat változott a magyar válogatott az elmúlt időszakban, de ahogy ezt az imént hallottuk, nagyon sokat változott rendkívül pozitív irányba a holland válogatott is. Természetesen, hát a holland futballt ismerjük már a 70-es évekből, és hogy kiváló játékosok voltak, kiváló csapat volt mindig is a holland válogatott. Hát nagyon bízunk benne, hogy a csapat végre tudja hajtani azt a taktikát, amit Marco Ross kitalál ma estére, és ezt be is tudja mutatni a közönségnek. Hogy tudtunk erősödni a leginkább? Hát a zárt védekezés, az fontos, hogy ne adjunk területeket. Nagyon gyorsak, technikailag képzettek a holland játékosok, nem véletlen, hogy a világ legjobb csapataiban játszanak, hogy érdekes lesz az a Liverpooli találkozó. Miközben Szoboszlai Dominik szembe találkozik a csapattársával, vagy hárommal is talán. Igen, tehát több csapattársával is érdekes lehet, de a többi játékos is, a német bajnok, topligákban játszik, olasz bajnokságokban, Inter, Bayer Leverkusen, tehát mindenki nagyon-nagyon erős bajnokságban játszik, hétről hétre komoly mérkőzéseket, és ehhez kell felnőnie ma este a magyar válogatottnak, remélhetőleg a szurkolók segítségével és támogatásával. Ha már a szurkolók, az hogy mondjam el, hogy ezt a mérkőzést is büntetés felfüggesztett büntetés terhe mellett játsz a magyar válogatott, tehát arra kérjük a szurkolókat, kizárólag a csapat biztatásával foglalkozzanak, semmi mást ne vigyenek be a lelátóra, sem verbálisan, sem más módon. Egyébként pedig a mérkőzés ugye 20 óra 45-kor kezdődik, 13 órával előtte nyitjuk már a kapukat, hogy mindenki időben el tudja foglalni a helyét. Az elmúlt időszakban előfordult sokszor, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy viszonylag későn érkeztek a szurkolók. Tehát az, hogy fél órával előtte odaérünk a stadionhoz, az nem garantálja azt, hogy bejutunk a helyünkre. Lesz biztonsági ellenőrzés, lesz jegyellenőrzés, tehát ezek minden fontos mozzanata időt vesz igénybe, ezért azt javaslom mindenkinek, hogy legalább másfél, ha kiteheti, két órával érkezel a stadionhoz a gondmentes bejutás érdekében. Fontos az is, hogy zárások lesznek a Puskás Aréna környékén, tehát akinek nincs dolga, az ma este 6 óra után kerülje el az aréna környékét, a szurkolók pedig, akik a mérkőzésre jönnek, lehetőleg közösségi közlekedéssel jöjjenek, mert nincsenek parkolóhelyek az aréna környékén, és problémát okoz a forgalomban is, meg saját maguknak is. Semmilyen csomagot, esernyőt ne hozzanak, még akkor se, hogyha esetleg esőt látnak a felhők között, bár azt mondták az előjelzések, hogy estére talán jó idő lesz, tehát esernyőt nem lehet bevinni a stadionba, nagyobb csomagot nem lehet bevinni a stadionba, és hát reméljük, hogy visszatér az a nagyszerű hangulat, amit már
megszokhattunk az elmúlt időszakban. Most azért kaptunk egy jelentős közszolgálati közleményt is, de hát azért fontos nagyon fontos és teljesen érthető is, úgyhogy szerettünk is volna lehetőséget biztosítani erre, de szerencsére van még néhány percünk arra, hogy a ma estéről azért játék taktikai szempontból is beszélgessünk, és hogyha már Marco Rossit említette, hogy egyáltalán hova építette fel a csapatot, és tudjuk, hogy ő mit jelent ennek a csapatnak az élén, akkor azért ne felejtsük el, hogy most már ott van mellette egy Szalai Ádám is, aki viszont szintén egy nagy adag nemzetközi tapasztalatot hoz magával. Ezt sikerült az elmúlt egyébként rövid időszakba beépíteni most a válogatott működésébe. A Szalai Ádám jelenléte rengeteget jelent egyrészt a stábnak, másrészt pedig a játékosoknak. Ádám nem sokkal ezelőtt hagyta abba az aktív játékot, nagy nemzetközi rutinnal, tapasztalattal rendelkezik, és hát ő nem csak beszél a futballról, ő maga is magas szinten űzte a játékot a német bajnokságban, és hát meghatározó egyénisége volt a magyar labdarúgó válogatottnak az elmúlt időszakban, tehát ő olyan tanácsokat, olyan ötleteket, javaslatokat tud adni a játékosoknak, amit maga felszedett a pályán. Tehát nem csak kívülről hozzá ezt, hanem ő átélte ezeket a mérkőzéseket, nagyon komoly mérkőzéseken játszott, nagyon komoly mérkőzéseken gólokat is szerzett, és hiteles a játékosok szemében, tehát amit ő mond, az valószínűleg hasznosítható a pályán, illetve a pályán kívül, és van egy Ádámnak egy közösségi összetartó ereje, és én úgy tapasztaltam, amit az elmúlt napokban, hogy mindenki szeretettel fogadta és örömmel fogadta, és jó a hangulat a csapat körül, így az Ádám érkezése után is természetesen. Védelemben Fiola Attila? A összeállítást még meghagyom Marco Rossinak, hogy ő rakja a csapatot. Vannak új játékosok természetesen, és azért azt el kell mondani, hogy sok felületen, portal láttam már ilyen előzetes összeállításokat, azért Rossi szokott meglepőket húzni a mérkőzések előtt is, úgyhogy nem mennék bele itt különösebb összeállítások jóslásába. Az kétségtelen, hogy ő úgy fog dönteni ma este, hogy az adott pillanatban a legjobb állapotban levő játékosok legyenek a pályán. Mennyire lehet számítani mindenkire, aki egyébként a tágkeretben vagy a látókörben benne van, milyen állapotban vannak a játékosok? Akik most ott vannak, azok jó állapotban vannak, mint fizikailag, mint egyéb szempontból. Sajnos az elmúlt időszakban volt egy néhány játékos, akinek el kellett hagyni a tábort, az edzőtábort, különböző sérülések miatt, de aki most bent van, az hadrafogható, és reméljük így is marad, mert az még hétfőn is lesz egy mérkőzés, hogy Boszniában lép pályára a magyar válogatott, tehát ez egy két mérkőzéses hétvége lesz most. Bizony, ez most így egy nagy menet lesz. A németektől elszenvedett 5-0-ás vereség után lehetett arról olvasni, hogy nem akarom túlságosan erős jelzőkkel jellemezni a helyzetet, de hogy a kohézió, a szakmai vezetés és a csapat között, az hát finoman fogalmazva is volt már jobb. Helyükre kerültek a dolgok? Én azt gondolom, hogy igen, mindenki leült a mérkőzés után, kielemezte egyrészt a szakmai stáb is a mérkőzést, a játékosok is, és közösen is átbeszélték azok a dolgokat, hogy mi az, ami nem mehet tovább, mi az, amin változtatni kell, és hát az elmúlt időszakban azért a magyar válogatott, ha a németekről beszélünk, sokszor okozott kellemes meglepetést a magyar szurkolónk, de más válogatottak ellen is, úgyhogy az a mérkőzés már elmúlt, annak az elemzése megtörtént, most minden erővel a ma esti hollandok ellen készülünk. Jó, de fejben is, lélekben is elmúlt? Tehát a tüskék nem maradtak? Én azt gondolom, hogy igen, azért van a szakmai stáb, hogy külön-külön is elbeszélgessenek a játékosok, és együtt is elbeszélgessenek, de én azt gondolom, ezen túl vagyunk. Azt azért tudni kell, hogy a ranglista alapján ez a holland válogatott még a németeknél is erősebb. Tehát a ranglista alapján, úgyhogy nagyon-nagyon kemény mérkőzésre számítunk, de arra is számítunk, hogy a Puskás Arénában, hazai szurkolók előtt azért egy olyan eredmény születik, ami mindenki számára elfogadható, egyértelmű, esélyesek a hollandok, de azért én bízom benne bármilyen. Úgy fogalmazott Marco Rossi, hogy ő is megerősítette ezt, hogy azért ne legyenek hiúábrándjaink, bár a remény az mindig ott van az emberben, viszont a cél az lenne, hogyha még a hollandok is irányítják majd a játékot, akkor egyrészt ne ehhez igazodjunk, hanem próbáljanak meg a magyar válogatott játékosai úgymond zavart okozni ezekben a helyzetekben. Na ez a zavar, ez hol fog leginkább keletkezni? Tehát mi erre a taktika? Elő, középen, hátul, mi a cél? Tökéletes szakmai kérdést tett föl Kegyed ebben a kérdésben. Hát ez az, hogy
ki kell használni, amikor hibákat követnek el a támadás szövés során, vagy a középpályán labdát veszítenek, rosszul passzolnak, ezekre kell nekünk lecsapni, ezeket a lehetőséget kell kihasználni, és ahogy már korábban említettem, ugye a rögzített helyzetek, a pontrugások, szabadrugások, szögletek alapján alakulhatnak olyan szituációk, amire ha úgy fölkészülünk, akkor abból tudunk gólt vagy gólokat is szerezni. Tehát ezekre gondolt elsősorban Marco Rossi, az ő hibájukra kell építeni adott esetben a mi támadásainkat, vagy a mi lehetőségeinket is. Hol van ennek nagyobb hiba faktor? Látunk egyáltalán ilyet a holland? Hát nagyon keveset, ha holland válogatottat nézem, és gondolom, és láttam az elmúlt időszakban a mérkőzéseiket, hát nagyon kevés hiba faktor van, de ők is emberből vannak, ők is futballisták, őket is befolyásolhatják különböző körülmények, például a szurkolók hangereje, vagy a remek hangulat, de mondjuk ők játszottak már ilyen meccseket, de azért hiba az benne van minden csapat játékában, és ha ezt jól ismerjük föl, jól reagálunk ezekre a hibákra, akkor lehet esélyünk gólt szerezni. Ugye Hollandiának 4, nekünk 1 pontunk van a, most ebben a Nemzetek Ligája csoportban, hogyha mégis merünk nagyot álmodni, akkor akár utol is érhetjük őket ugye egy győzelemmel. Szép lenne, az címlaphír lenne az egészen, az egészen biztos. Mozart az örök optimista badacban. Az egész biztosan az lenne, de közben ugye készülni kell a bosnyákok elleni meccsre is, ahol olyan értelmes sikerült javítani, hogy 0-0 volt a németek elleni 0-5 után, ott már van valamennyi fókusz a bosnyákok elleni meccsen, néhány nap van a kettő. A következő mérkőzésre szállunk, mert akkor bezavarna ebbe a mérkőzésbe, de az kétségtelen, hogyha a csoportot nézzük, hogy az eleve tudtuk, hogy a német és a holland válogatott kiemelkedik a csoportból, nekünk a bosnyákokkal kell harcolni a bennmaradást érő helyekért, vagy az utolsó hely elkerüléséért. Ugye itt nem tudtuk őket megvenni, bár itt már sokkal jobban nézett ki a meccs, mint Németország, voltak lehetőségek, helyzetek, kis szerencsével biztosan nyertünk volna, és ez lehet majd esetleg hétfő este, akár Boszniában is, úgyhogy ebben is bízunk, de ma este. 20:45 Puskás Aréna, és hajrá magyarok! Sipos Jenőnek az MLS szóljóinak köszönjük! Köszönjük!